Kedves testvérek, ez a mai evangéliumi példázat az Úr Jézusnak egy tapasztalatából születik, mégpedig amikor elmegy egy vendégségbe és látja azt, hogy hogyan válogatják az előkelő helyeket. És ez az evangéliumi részlet tanít bennünket arra, hogy a Jóisten egészen másképpen néz bennünket, mint ahogyan mi emberek. Arra akar tanítani bennünket az Úr Jézus, hogy ne látszani akarjunk, hanem létezni. És a Jóisten soha nem az szerint ítél meg bennünket, ami kívülről látszik, hanem az, ami belülről van. Sajnos bennünket, embereket mindig megkísért, vagy sokszor megkísért bennünket, hogy úgy gondoljuk, hogy aki látszik, az az igazán nagy. Bennünk lehet, hogy esetleg szebbnek, jobbnak szeretnénk látszódni, mint amilyenek vagyunk. Viszont az Úr Jézus, amikor a helyes alázatra tanít bennünket, akkor az mindenünk számára azt jelenti, hogy magunkat valóságosnak lássuk. Ne értékeljük túl magunkat, de ugyanakkor ne is értékeljük le magunkat. Mint ahogyan egykori plébánosom mondta, hogy az sem alázatos, aki magáról azt mondja, hogy én alázatos vagyok, és az, aki azt mondja, hogy én nem vagyok alázatos. Tehát vigyáznunk kell arra, hogy nehogy az álalázatosságnak a köntösébe burkúzzunk, ami lehet, hogy esetleg fakadhat egy alacsony önértékelésből. Mert hogy szükségünk van arra, hogy saját magunkat értékeljük, és úgy lássuk, ahogyan az Isten is lát bennünket. Az Úr Jézus arra tanít bennünket, hogy fontosabb lenni, mint látszani. És ahogyan mi tudunk gyönyörködni egy szép rózsában, vagy tudunk gyönyörködni a madaraknak az énekében, hasonló módon az Isten is tud bennünk gyönyörködni. Mert hogy amikor az Isten értékel bennünket, akkor a létezésünk miatt értékel bennünket. Vagyis mindegyikünket az Isten teremtett meg a saját maga képére és hasonlatosságára. És mindannyian az Isten szemében rendkívül értékesek vagyunk. Mivel emberek vagyunk, ezért ez azt is jelenti, hogy a Jóisten mindennél többre tart bennünket, hiszen mindegyikünkért meghalt az ő fia. Az Úr Jézusnak a vére mindegyikünknek a lelkén ott van. És ezért mondom azt, hogy minden egyes emberi lélek, minden egyes ember többet ér az egész univerzumnál, az egész világegyetemnél. Mert hogy az Úr Jézus mindegyikünkért meghalt, egyenként is. Tehát a Jóisten gyönyörködik bennünket, miközben látjuk a saját magunk gyarlóságait, látjuk a hiányosságainkat, sőt, újra és újra szembesülünk a bűneinkkel is. Mert hogy látnunk kell, hogy van bűnrehajló természetünk, ami életünk végéig végigkísér bennünket. És bizonyos hibákkal, bizonyos bűnökkel akár életünk végéig is küzdhetünk. A föld életünk akkor fejeződik be, amikor valóban megáll a szívünk, és amikor már nem lélegzünk tovább. De az utolsó pillanatig fejlődünk, az utolsó pillanatig alakulunk, és az utolsó pillanatig ad a Jóisten nekünk lehetőséget.